Akkor arról beszéltünk a live-ban, hogy csigánkat szoktunk menteni, a Dorina megkért, hogy várják egy picit, mert ő egy csigánk megment, amit talált itt kifele jövő, tényleg meg szoktuk őket menteni, mert betette oda a fűbe. Na jó, megyünk a suliba, reggel van, csütörtök, 9-e, és ma jön a mosogató tálcám. Ancika még fent van. Mindjárt eldobom, de hogy... Igen? Egy egész csiga família van ott. Komolyan? Akkor majd megmentjük a többit is. Na jó, menjünk nyuszika, mert elkésünk. Halljátok ezt a hangot? Nem volt semmi, hogy riasztás lesz. Szólnak a szirének. És akkor ilyenkor gondolkozol, hogy mi van. Mert hogy ezt előre szokták jelezni. Furcsa, nem? Nagyon jót aludtunk az új matracon, nagyon jó volt. Nem lett még kiózonozva, megmondom őszintén, de annyira szépek meg tiszták, hogy majd ha lemegyünk át, lesz mosva és kész. Kipakoltam már a fürdőszobából. Ti nem láttátok, nem tettem kamerát most, mert én jó magam sem tudtam, hogy mit akarok csinálni. Az a lényeg, hogy már a fürdőszoba szekrényeket ki is pakoltam. Egy kicsit, hogy gyorsítsam a folyamatokat, és elkezdtem ugye hátul összepakolázgatni a szobát, hát oda, ha bemegyünk, ott minden is lesz, de akkor hál' Istennek legalább a... Várjatok, így talán jobban látjátok. Hál' Istennek el fognak kerülni akkor a matracok, és kabátokat beletettem már egy szatyorról, most oda hátra nem férünk sajnos be, ugye itt van mindenféle dolog is, meg úgy alapból vannak itthon cuccok. Most az a tervem, hogy elkezdem ezeket a mindenféle apró csetreszeket összeszedegetni, amíg nem megyek a suliba. A lakás összes pontjáról összefogom az összes ilyen kis kacatot, vackot szedegetni, csak le kell mennem dobozért a pincébe, mert ezek ilyen nem a postást akarom elhasználni, ami most kölcsön van nálunk, mert abban nehezebb termékek fognak majd kerülni, hanem, ja. Úgyhogy most itt molyolok, de mint látjátok, hát ezért belépni nem nagyon lehet, na mindegy is. Az a nagy helyzet, hogy valahol ennek is neki kell állni, mert le vannak lomtalanítva a dolgok, bár most így, hogy elnéztem ezeket a kis dolgokat, hát nem tudom, lehet, hogy még ezek közül is megy egy pár a konténerbe, mert feleslegesen sok. Én nem akarok lent semmi ilyet kitenni, komolyan. Hát mondhatni, egy nagyon sikeres délelőttet zártam, ugyanis ott van egy csomó minden kacat, játékok, meg mindenféle, amit én feltettem ingyen elvihetőnek, mert nekünk már nincs rá szükségünk, és a legtöbbet még ma el fogják vinni, úgyhogy nagyon örülök neki. És közben, menjünk csak ki. Szóval gazdára talált ugye a matrac, meg ezek az apró játékok. Hát itt gondoljatok játékra, hogy volt ilyen spirográfunk, amivel a gyerekek régen rajzoltak, ilyen töltős fény, fényrajztábla? Na hát, ja, valami olyasmi. Hogy világított, és akkor át lehetett rajzolni vele dolgokat, ilyen USB-s, mindegy is. Horgolt olyan dolgok, amik már Dorina se akarta ajándékozni, Mancika se, de nekik nem kell. Suzuki kártya, lufik felfújóval, mert már ugye nem szoktunk szülinapra lufikat fújni, még a mama küldte, de mondjuk most egy különleges szülinapra készülünk, eléggé különleges dolgot találtam ki. És jó is, mert holnap apa nem dolgozik egész nap, tehát nem csak a délutánt kapta meg. Ugye mondtam nektek, hogy az Ekoház hétvégén és ünnepnap nincs nyitva, és hétköznap is csak délután 1-től 5-ig, szóval nagyon rövid ideig. Viszont akkor azt nem mondom, hogy már délelőtt el tudunk indulni Düsseldorfba, hogyan is tudnánk, Mancika megy kirándulni. Holnap és egy órára érnek vissza, úgyhogy szintén ilyen 1:30 körül indulunk majd Düsseldorfba, és alig leszünk ott valamit, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy amit mi beterveztünk neki, azt meg tudjuk valósítani. Ja, úgyhogy... És akkor mit raktam még fel? Fú, ilyen maszkokat, amit a gyerekek vettek, ilyen arcmaszk, mert mind nem olyan felkenős, hanem ilyen farsangi.
a régi toltartó, na mindegy is, és még olyan dolog is fog elmenni, amit meg már jó ideje hirdettem. Ja, aztán azt hiszem, hogy idő van, el kell indulnom Dorinek. Hát nem is jelentkeztem. Képzeljétek el, leszakadt megint az ég, dörög, és most vitték el a játékokat. Szegény Manusznak kérdeztem, hogy adjak hozzá egy szatyrot, mert hogy elázik. Ó, azt mondja, nem kell. Mondom, akkor jó, mert hogy szakad az eső kint. Hát, csak szerintem a hangját halljátok. Én pedig vasaltam, meg elkezdtem pakolni, tehát ilyen mindent is csinálok, ami az épp kedvem van, nézzétek. Hát itt lennének a cuccok, mert valamit elraktam, valamit nem, ezt viszem át a gyerekszobába. Ott is vannak még ruhák. Várom haza egyébként apát is, hamarosan fog jönni. Nem tudom, hogy vettünk zsákot, elkezdem kiüríteni a vastag pulóvereket is onnan. És fú, jó hangja van, csak úgy zúg. Ott a fürdőszobai cuccok, már hoztam ide szatyrot, hogy akkor nekiállok a könyveket is elrakni, én mindenfélét csinálok. Lepakoltam ide az asztalra a törékenyeket, ezeknek hozok dobozt, azt hittem majd jön a mosogató, de nem. Megint átíródott, mindegy, lényegtelen, innen is a konyhából egy-két dolgot már leszettem a polcról. Mindenhonnan szedem össze az ilyen apróságot, ugyanis jaj, Maszatka, bejöhetek egy picit? Anzika éppen labdázik, csak nem akarom, hogy fejbe kólincsom. Az a helyzet, hogy itt már csináltam egy dobozt, csak becsukódott. Ide már elkezdtem behordani a dolgokat. Frankó idő van kint, halljátok-e? Esküszöm, mintha jeget láttam volna, bár azon se lepődnek meg. Hát ez a június, halljátok? Ez valami katasztrofális, de komolyan. Na mindegy, úgyhogy... Ja. Itt pakolázgattam, még maradt egy halom itt, azt elviszik majd a szőnyeggel együtt, azért azt oda is készítettem, azt meg el is veszem onnan. Fú, csém, ezt az időt. Hát jó lesz majd így festeni, remélem száradni azért fog a fal, ha akkor is így esik, mert hogy igazából jó idő alig van. Meg is vagyok lepődve, na mindegy, galoppoljunk ki. Úgyhogy, ja, ez van. Pakolászunk. Ott is vannak ilyen apróságok. Ezeket is el fogom rakni mindjárt. Minden ilyen apró dolgot, ott is van törős. Azokat is mindent szedek össze. Aztán valamelyik nap most már lekerülnek a képek is a falról. Mondjuk ezt nem tudom, hogy. Bár itt valamelyiket. Ezt már csak a Szentlélek tartja. Ezt nem lesz nehéz leszedni. És akkor... Ennyi. Tehát így, valahogy így gondoltam most már a bedobozolást. Bocsánat, ott egy Dori nem pihenget éppen. Hosszú a hét, mert nagyon várják a nyári szünetet. Úgyhogy ennyi. Folytatom tovább. Látjátok, ami az éppen kedvem ad, azt csinálom. Egyébként, amit nem mondtam nektek, ez nem fog hiányozni a tetőtérből. Amúgy tényleg esik a jég. Ez a hangzavar, amivel jár az, hogy a tetőn lakik az ember, hogy alszatok, mondjuk, és ezt hallgatjátok. Hogy ahogy veri az ablakot ezerrel, de ez most csak eső. De ez eső is. Tehát ez a hangzavar, hogy zúg az egész tetőtér, mert itt azért 80%-ban esős idő van. Ez nem fog hiányozni, meg nyáron a nagy meleg se, mert hogy amikor meleg van, hú, ez most akkora volt, nagy meleg. De most viccen kívül, tehát a 23 fok is 30-nak érződik. Isten az atyám, itt fönn meg amennyi volt, a múltkor is 32 fok volt éjjel bent. Mert hogy annak ellenére, hogy rossz idő van, annyira hideg nincs. Mert hogy biztos meglepődtetek, hogy el akarom rakni a vastag pulóvereket. Hát nyilván nem hordunk már termopulóvert nyáron. De ez nem fog hiányozni. Hallom, japánul beszél. Japán robottal beszélgetek. Nem értek egy büdös szót se. De úgy várnám, hogy valaki meg szóba áll velem, hogy bejelentkezek, de...
És lerakta. És le. Jelentkezd be a telefonon előtte, de minek, ha nem tudsz senkivel beszélni? De még elmondta előtte németül is a mondókát a robotnéni, és mondta, hogy mielőtt jönne, mindenképpen jelezze termin, buhunk. Oké, kinek? Hú, bazd meg! Na, az van, hogy a lányok suliban, Bencika kirándul. Megnéztem, már majdnem ott vannak, ahova mentek. És próbálunk termint foglalni délutára Düsseldorfba, az Eco House-ba. Mancikának a szülinapját ugye ott tudjuk megtartani. Most furcsa, hogy péntek van, mert az ember általában hétvégén ünnepel, de hát hétvégén esélytelen ünnepelni, ugyanis hétvégén és ünnepnapokon az Eco House zárva, de egyébként hétköznap is csak délután 1-től 5-ig van nyitva. Mindegy is, amúgy is Dorina 12:40-kor végez, Mancika 1 órakor, ami azt jelenti, hogy hát 1 óra után tudunk megint megindulni, akár amikor voltunk, amúgy pont 3 hete, holnap lesz 3 hete, hogy voltunk a japán napon, és egy 2 óra biztos, hogy van az út Düsseldorfig, mert akkor is volt. Úgyhogy ilyen 3 óra után érünk oda 3:30 környékén, hát ott akkor megnézzük a japán kertet, mit tudom én, majd úgyis velünk jöttök. Ez egy ilyen kis különleges szüli nap lesz. Ha már egész jó kirándulós napja van Mancikának így. Újra hívom a robotnénit, hát ha valamit meg tudok még egyszer. Nem maradtam valami infóról. Aztán most még gyorsan elszaladunk boltba. Mert hogy az ajándékokat jól lenne bedobozolni. És kidobjuk a matracot a szeméttelepen. Úgyhogy ennyi a mai terv. Na, még jön. Főszénor, oder főszénor, reiszig, geht dann? Ja, főszénor, reiszig, wäre besser, weil... Ja, főszénor, reiszig. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, 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 natürlich, medizin, sem maske, und so weiter. Danke, tschüss. Jó. 15:30-ra kértem időpontot. Jó. Szemére, japán nap összejött, meg a forró drót is. Megjött a mosogatótet. Mit csináljuk? Megjött a mosogató tálcánk. Bocsi a sötétségért. Meg jó, hogy nem indultunk el sehova. Mert hogy mondtam apának, hogy menjünk, és akkor dobjuk ki a matracokat. És most jött a posta, elcsúsztatták napokat a kiszállítás, na mindegy, sikerült elérni a japános dolgot, ezt láttátok. Hát ez hihetetlen megholjam. És ilyenkor mi van? Jó Istenem, hogy a... Tegnap volt itt, azt nem is meséltem nektek egy... szakember, mert hogy lent bejárati ajtót szeretnénk cseréltetni, mert üveges ajtónk van, és lemérte, nem tudom, hogy miközben a fenti ajtónak a lentéhez, de lemérte. Nehéz? Nem azt, hogy nehéz, hanem nem tetszik, hogy zörög benne minden. Akkor bontsuk ki, hozd be. Nem, ezt most fölmondtam, baszki már, hogyha már... Na, nézzük lesz. Meg. Ez ilyen mindenes vlog is lesz. Hát, akkor kibontjuk, megnézzük, hogy mit csörömpölészik benne. Nagy. Hát, mert van mélysége. Egy mosogatótálcán. Hát, de ezt én értem. Mi? De mi nem a hosszút vettük, a csepegtetőset. Nem, de lehet, hogy egy külön dobozban benne van a szifon meg az ilyenek. Ja, igen. Mire kiderül, hát most már nem. Bizonyos a csomagolás, nem is esett az eső. Mi a tökön? Ez a polc, basszus! Ha nem is a csap jött. Hallod? A csapot a posta hozza. Ez a polc, amit vettünk. Akkor ezt nem tudom meg kibontani. Az a fém polc, de a belülre, ami a gépek lesznek akkor majd. Akkor ez egy körömpel, oké. Meg fogja ezt tartani a mikrót? Meg, persze.
persze. Nem egy ilyen hiki-hoki szírszar. Hát így hubog, de így semmi merevsége nincs, ez be van, jó. Hogy leszel szerelve. Jó lesz. Akkor ez rendben van. Jó, mert hogy vettünk egy polcot is oda, amin a gépek lesznek. Jó. De hülyék vagyunk mi. Viszont akkor nézzük már, hogy nem majd ezért csap. De majd jön, megnézzük. Hát a mi postásunk hozza. Jó. Kiírok neki egy szerelmes levelet a... Jó, meg ezt akkor csomagoljuk vissza. Jó. Kérlek, mert akkor én ezt a limitáról nem, most minek cseszem szét jobban. Ja, jó, hozok. Ja. Matracok betéve, indulhatunk. Hát ez a buli, ez most 12 euróba fájt, és megszabadultunk a matractól. Na, a szeméttelep letudva, eljöttünk egy boltba, veszünk akkor partitányérokat, dobozba csomagolni az ajándékot, meg nem is tudom. Még valami volt, apa, mi volt még? Ki tudja? Partitányérok. Az volt. Na, hát megértünk a vásárlásból, nem volt doboz lihege, mert halljátok, kétszer voltam fönn meg lent. Megjött a mosogatótájszal, közben már vártak rám itthon, mert én tegnap lebeszéltem 11-re már egy ilyen ingyen elvihető csomagot, és a fickó szegény itt állt már. Korrektőzött a csomagot. Na, ezt megnézzük gyorsan, aztán... Tettek bele ilyen, ezért, ilyen ütéssillapító. Aha. Másik videóban majd megmutatom, miket vettünk. Rá is volt ragaszt a korrekt. És ragad, basszus. Hát, ha sem mindegy, akkor tedd vissza. Ja, ez a hülyeség. Aha. Lehet, hogy kisebb, mint gondoltuk. Hát... Ó, attól félek, kéne zuhanjon. Ha, azt le kell róla szerelni. Á, akkor hagyd a fenébe, de sérülésmentesnek tűnik. Biztos, hogy az. Esélyes nincs is sérülni. De van csak kéne, vagy rá kíváncsi. Na, de most azért kibontod. Ja, hát azt visszateszik. Jó, csak siessünk, mert... Sietek. Halljátok, az időnk az nagyon... Ráragadt a kezemre a pénz. Nagyon kevés. Kell menni. Lányokért aztán indulunk is itthonról. Ez a délelőtt, ez egy ilyen szaladgálós, de tényleg tök jó, hogy elvitt egy csomó mindent, amit tegnap mi összelomoltunk a csajokkal. Jó, akkor most ott bele tudsz nyúlni a... Wow! Hát azért annyira lapta, nem picike. Vagy igen? Ez fémből van, baszki! Ez nem fém. Én azt hittem műanyag, de... Ez nem fém. Hát akkor mi a tökömből van? Ez kemény, ilyen epoxi, ilyen műanyag. Műanyag? Igen. Ez kemény műanyag. Ennyire? Én azt hittem, hogy könnyebb lesz meg. Akkor... Jaj, de jó, neki ki is kell majd itt izé fúrni. Nem kell, miért kéne? Ide megy a csap. De a gombnak, tudod, mert ez ilyen gombbal nyitós, fordítós. Ki van izéve. Valami van, ki van ott könnyítve. Könnyítve, igen. Akkor azt neki kell ütnöm belőle. Ja, el kell dönteni, melyik oldalon legyen a nyitó, mert ugye ez ilyen... Hát azért ez jóval nagyobb, mint a mostani. Itt van ez a forgó szelep, ezzel fogod a bókdennel nyitni a dugót alulról. És itt van hozzá... Nagyon szép fekete. Ezért vettem ezt, mert ez kompletten kifolyóval, lefolyóval, meg szifonnal együtt van, és ez hasznos. Jó. Vannak hozzá egyéb szerelékek a lefolyóhoz. Tök jó lesz. Itt a komplet szifon, ami hozzávaló, ez ilyen... Zsír a csaphoz, nagyon jó fog kinézni. Direkt olyan, ami közvetlenül... Jó, nyuszik a... Na, megyek, mert... ami talott a fordulat, és nem ilyen mély szifon. Jó, megyek, mert egy óránk van, és jó. Meg annyi se, már kell menni Dorinaért. És még leszeretném videózni, hogy egész hónapban veszem, hogy miket vettünk kajába. Úgyhogy gyorsan kispakolhatunk egy külön boltba. Egyébként onnan is hoztam meg annak egy merevítőmentes cici tartót. Van itt egy olyan gyertya, ami csillagszórós. Ilyet gondoltunk a tortára. Apa vett magának, hogy hát a sörös, mit venne mást. Pohár alátét sörnyitós, és most a piknikhez műanyag tányér és villakészletet, hogy ott tudjuk a japán kertbe a tortát elfogyasztani. Én pedig egy vágódeszkát, mert hogy tudom, nem magyarázzak meg mindent, de én ezt már dobom ki. Tehát innen már mikroműanyagok jöhetnek le, sőt, nem gyengén, és azért nem érgezzük már magunkat.
egy bambuszdeszka. Ennyi. A többi az pedig majd egy másik videóba fog menni, hogy mit vettünk. Itt van még három szatyor, Mancika szüli napjára, meg még egy-két más dolog, mindegy is lényegtelen. Ezek nem az EDK-ból vannak, a többi meg megy egy másik videóba. Felveszem azt a videót, amit majd ti külön fogtok látni, az egész havit. Megmutatnám nektek, hogy attól függetlenül terveztem ám félig menüt, meg Dorinának egy rajzát, milyen gyönyörűt rajzolt az én Dorina lányom az iskolába, rajzórám, onnan hozta haza. Komolyan, mesés, hogy olyan gyönyörűen rajzol. Na, hát így nézne majd nálunk ki a nem tervezett menü. Felosztottam napokra. Főzelék nap, tészta nap, egytálétel nap, leveses édeses nap, gyors dolgok, mert hétvégén általában mindig jövünk, megyünk, és szintén. Úgyhogy értelemszerűen, ugye így kezdődik a... Így leírtam a napokat, hogy ez is hétfő, és ezért vettem most olyan dolgokat, ami ehhez kell, meg ehhez, és eddig van, aztán majd megyek megint boltba, mert hogy hát van még itthon egy pár dolog, mint látjátok, folyamatosan vannak pótolgatva, és na jó, mindegy, ezt csak meg akartam mutatni, veszem a másik videót. Megmutatnám nektek gyorsan így az ajándékokat akkor egyben, mert volt, amit már mutattam, amikor megvettük. Az a nagy helyzet, hogy ugye 10 éves a gyerkőc, mi úgy döntöttünk, Dorinánál is így volt, hogy 10 apró ajándékot kapott. Volt, amit már láttatok belőle, amikor megérkezett és megmutattam, de akkor így megmutatom nektek egyben is. Hétvégén voltunk ugye a városban, Mancika választott magának egy ilyen karaktert a GameStop boltban. Ezt már megkapta, illetve New Yorkerben vett magának egy felsőt. Aztán ezt már láttátok, amikor érkezett az Amazonon, az egy 80 darabos field set, ami ilyen dupla oldalú rajzolni. Aztán merre menjünk? Ehhez egy olyan vastaglapos könyv, aminek jó a lapsűrűsége, hogy ne üssön át a field. 100 lapos, nagyon gusztembe van csomagolva. Hogy a rajznál maradjunk, mivel festeni is nagyon szeret, egy kis paletta, ezzel az akril festékkel és akvarell blokkal, ez 24 lapos, illetve kettő próbaképpen, nem is, három próbaképpen ilyen vászon neki. És ha megy, akkor majd keretest fog kapni, illetve, hát tudom, nem egy nagy szám, de végülis márkás ez a Stylex ecset készlet. Aztán van még itt egy ilyen 3D lámpa, majd a szobájába tök jó lesz. Ilyen japán figura, most így nem látszik ez a csapat. Így átvilágítom talán. Ez az a karakter, amit valami szeret. Valami karakter ebből a játékból. Ledes és ilyen RGB színben világít. Aztán szintén játék karakter. Hát ezek a korkötők. Ezek a korkötők. Mi egyet akartunk venni, aztán kiderült, hogy ez egy komplet szett. Szóval... Hát egy kislánynak tudjátok milyen az ajándék, örül neki. És akkor amit még nagyon szeret, a japán Mikado, és egy... Hát egy friss limó, mert japán italán. Ja. Viszont ugye lesz még egy mekis kaja, elmegyünk akkor Düsseldorfba a japán kertbe, és bemegyünk... Még egy japán boltba. Egy japán. Jól bevásárolhat meg magának. Így van. Úgyhogy ennyi. Az élmény része a japán ház. Dorina ebből annyit élvez, hogy mivel rajzolni szeret, filcet kap, és pont tegnap a kocsiba adott nekem egy filcet, és mondom, hát ez? Ja, a lémáé. Mondom, tényleg? Úgyhogy most nem zoomol pont, vagy nem fókuszál, és mondom, de jó, szóval ő még nem is tudja, hogy pont ma fog egy ugyanilyet kapni, és ez tegnap történt, szóval nagyon fog neki örülni, ennyire az ember ismeri a gyerekét, azokat szintén szereti, utazni szeret, japános dolgot szereti, Mekit szereti, ja, és akkor a torta meg a tűzi játékos cucc az ugye kint van a konyhában, és egy felejthetetlen szülinap lesz ott a japán kertben, ha sikerül, akkor ott köszöntjük fel. Na, indulunk, mert idő van, megyünk a gyerekekért. Aztán mutatom nektek, mit vettem fel, mert egy hétvégén én vettem magamnak egy ilyen zsákruhát, úgyis bojlerek vagyunk, bojlertestre jó az ilyen zsákruha. Van egy zsebe, tök cuki egyébként, úgyhogy ebbe fogok menni. Itt is átlátszik a tetoválásom, tök jó. És felvettem azt a cipőmet, ami szintén még tavaly... vettem évvégén. Azt hiszem, tavaly évvégén vettem. És még nem volt rajtam egyszer sem, úgyhogy ez jó lesz, úgyhogy mehetünk. Össze van készítve minden. Úgyhogy
majd jövünk még. El is indultunk, tele az autó minden jósággal, felveszük Dorinát, és Manzikáik már úton vannak a kirándulásból vissza, azt néztük, őket egy órára lehet várni, bár azt mondja apa, ha még Vel környéken járnak, akkor késni fognak, ha mindegy is. Úgyhogy, ja, aztán go, messzire. Megérkezett Dorina. Akkor miért késtetek? Azért késtünk, mert az egész délelőttünk egy futkorászás volt. Nem, voltak dolgok. És megyünk a Manzikáért, Dorina begyűjtve. Hát úgy döntöttünk, hogy hazajövünk. Dorina itt van. Nem volt terven, az volt terven, hogy oda megyünk a Manzika suli elé, de megnéztem a nyomkövetőt, és még legalább 20 perc távolságra járnak tőlünk, úgyhogy egy kicsit csúszni fogunk, mert ugye termin, mikorra foglaltad? Fél négyre ott kell lennünk Düsseldorfba, úgyhogy most van egy óra, és Manzikáik csúszásban vannak. Ez is egy alig voltunk ma otthon, egy jó rohanás lesz, viszont úgy döntöttem, hogy szerintem innentől, hogy elindulunk a japán túrára, vagy turnéra, egy következő vlogban fogom folytatni, mert szerintem lesz mit nézni, látni, lesz mondandója a vlognak, és akkor nem húzom már ezt a vlogot tovább, amúgy nem tudom mennyit vettem ebbe a vlogba, de jó lesz ez így, ez egy külön videónak megfelel, ebbe láttátok azért, hogy készültünk rá, meg beszéltünk róla, aki meg mondjuk azt látja, az ha megnézi utólag ezt, akkor érteni is fogja talán, hogy mi a helyzet. Most Dorkával fölrobogunk, igaz, nyuszi fül, és azt kérte Dorina, hogy egy kicsit vasaljam neki ki a haját. Nem belefér. És én itthon maradok ugye Dorinával, apa, egyértelmű, apa visszamegy a suli elé, ott fog várakozni, és akkor ő is, ha hazahozza Mancikát, akkor megbeszéltük, hogy Mancika is följön annyi idő erejéig, hogy csúnyán hangzik, de egy pisi legyen, vagy ne útközben kelljen megállni kúton, mert bár meg is ebédet tervezünk, de azt a kocsiban tervezzük útközben fogyasztani. Vagyis a gyerekek fogyasztják, azt mi ettünk otthon. És akkor nem kell azzal is időt veszíteni, mert tényleg 3:30-ra ott a bejelentésünk a japán háznál, tehát ott kell lennünk. És Mancikát viszont így, hogy kirándulni volt, azért egy tiszta ruhát csak adok rá. Vagy hát vesz magának, értetek, szóval ő is haza fog jönni. Hát reméljük, hogy minél hamarabb el tudunk indulni. Mi köszönjük, hogy ezt a vlogot ránk szántátok. Örömünkre szolgál, hogy megnéztétek, és akkor jöjjön majd a folytatás egy másik vlogban. Sziasztok!